Na, szavaztok! Így karácsony után első videó, meg valószínűleg az utolsó ebben az évben. Szóval, túléltétek a karácsonyt. Sikerült mindenkinek, örülök neki. Szóval, arról van szó, hogy ez nem visznek. Szóval karácsony túlélni azért, igen, nehéz dolog. Jó, nem mindenkinél, de azoknál, akik megpróbálnak nagyobb családi környezetbe, és innen is, onnan is összejárnak, összejönnek olyan emberek, akik nagy család, és mit tudom, még évben egyszer látják egymás karácsonykor, az ott általában vita és veszekedésbe torkolik a karácsony. Szóval érdekessége a karácsonynak mindig ez a karácsony előtti utolsó nap, tudjátok, amikor be kell vásárolni, és akkor az emberek berohannak a boltba, és mintha harmadik világháborúra készülnének, felvásárolnak mindent. Aztán ez volt 24, 25, 26. 27-én már megint nyitva vannak a boltok, legalábbis itten, és ugyanez a tömeg, aki 24-én két nappal ezelőtt felvásárolt mindent, már megint a boltban van, és a negyedik világháborúra készülnek, mert jön szilveszter. És akkor két napig megint be lesznek zárva a boltok, passz meg, és jaj! Hát ilyen fogunk halni, pedig még azt se ették meg, amit karácsonyra a harmadik világháborúra vásároltak, szóval érdekes. Nem? Ez nem tudom, hogy ki hogy van vele, de például nálunk csak egyetlen egy vendég volt, meg tegnap mink voltunk vendégségben. Mégis annyi kaja van itt, hogy én már azt mondom az asszonynak, ne főzzé, együk meg, ami van, mert a hűtő az összeesik, szóval nem találsz egy helyet, hogy hová raknál be még egy akármilyen kis dolgot, úgy tele van, és én már süteményeket így jó kaptuk ajándékba. Jó, ha rám nézel, dagadt vagyok, meg minden, az úgy vagy vele biztos, hogy hát ez szereti a sütiket, utálom az édeset. Az édeset és a zsírostól rosszul vagyok. Nem bírom édeset enni. Nagyon rosszul vagyok tőle. Szóval, és ha rengeteg ilyen sütit kaptunk. Na mondtam az asszonynak, máma ment dolgozni megint Bécsbe, de neki vidd el, azt ajándékozzál a munkatársaknak. Vigyed innen el a francia. Én nem tudom, én nem eszem meg. Na szóval, de rengeteg van, hát jó, van minden, szóval nem csak süti, hanem mindenféle kaja. És egy részét már a kutyáknak adtam, minden mérgező nekik persze. Egyenek ők is már. Az egyetlen az ilyenkor kívánok, az ilyen karácsony után nagyon, zöldséggyümölcs. Nagyon kívánom. Jobban, mint bármikor, például már mára eldöntöttem ebédre, hogy megeszek egy karalábét. Más nem kívánok. Csak zöldség és gyümölcs. Nem tudom, hogy vagytok vele, de így az ember betelik valahogy tőle. Na. Szóval nálunk ez a helyzet karácsonyról. Ja, ez a túlélés karácsony, ez nem csak a családi értelembe kell úgy túlélni a karácsonyt, hanem tudjátok, hát nem tudom, az ajándékoknál, hogy ki miket szokott kapni, de rengeteg olyan ember van, hogy nem tudom miért, hogy sikerül ez, én nekem ez soha nem sikerült, meg nem is kaptam olyasmit soha, hogy vissza kelljen vinni és kicserélni, mert nekem nem tetszik, vagy kettőt kaptam belőle, szóval ez egy elég érdekes dolog, de mindjárt megmutatom, mielőtt tovább mennék, hogy én mit kaptam, valami nagyon szépet. Nézzétek, csak lefestették a kutyámat. Ezt kaptam karácsonyra. Szóval... nagyon tetszik nekem. Szóval ez, amit én kaptam, ez persze nem viszi az ember vissza, és nem cseréli ki.
Nem is szoktam olyasmit kapni. Például egy új állványt kaptam a kamerámhoz, mert a másikat az erdőben, mikor fent voltam fát döntögetni, vagy összevagdalni, akkor rágurult egy rönk, azt összetört a kamera állványt. Na szóval, mindegy is, hogy én mit kaptam meg ilyesmi, hanem arra akar beszélni, hogy tegnap jöttünk hazafele este, elég későn már, tudjátok, mondtam, hogy a családdal nekünk van egy ilyen második karácsony, ahol ott karácsony, ez tegnap volt, és jöttünk haza estefele, amikor ilyen 10 óra fele, és az autópálya, hát szakadt, vagy esett az eső, itt ilyen 100-130 tempóban, mint normális, és akkor gondolkoztam, hogy hallgattam a rádiót, és csak ilyen vészhírek karácsony után egy nappal. Itt egy halott, ott egy halott, ott verték össze egymást, itt szúrtak meg valakit, szóval karácsonyi összejövetel, ilyen családi összejövetel, nagyon veszélyes dolog. Tényleg, rengeteg olyan volt, hogy karácsony vacsorán összeveszett a család, és leszúrták az egyiket, agyonverték a másikat. Szóval rengetegen kerülnek kórházba karácsonykor, mert családi vita perpatra kezdődik, és ez a vége. Hogy akik egy éve nem látták már egymást, összevesznek ilyen hülyeségeken. Családi botrány lesz belőle. Ez az egyik, a másik meg karácsony után egy nappal, az első nap. Ilyen, mi ez? Téli kiárusítás van? Tudjátok, és itt volt a azt hiszem, MediaMarktban volt valamilyen kiállítás, aztán lehet, hogy nem MediaMarkt, nem tudom, hogy melyiknél, de hallottam a rádióban, hogy összeverekedtek az emberek. Mert lehetett olcsóbban kapni egy tévét. Gondolkozzatok már, bemész a boltba és összeversz valakit, mert mit tudom én, elvett egy tévét a polcról, és mind a ketten vevők vagytok, szóval senkinek sincs több joga. De neked nem jutott. Hú, ahelyett, hogy oda mennél az eladóhoz, és mondanád, hogy hozzanak már ki a raktáról, ha van még. Összevered azt, aki az utolsót elvitte. Tömegverekedés tört ki egy ilyen elektromos boltba, ahol tévéket olcsóban árultak. Szóval, nem tudom, na. Én nem tudom, hogy az embereknek ez hiányzott, egy tévé hiányzik az életükből, hogy azért ölnének is? Vagy miért? Csak akkor ilyen az egyik fele azért megy oda, hogy visszaváltsa, vagy beváltsa azokat, amit kapott ajándékba karácsonyra, a másik meg azért megy oda, hogy vegyen valami újat, amit nem kapott karácsonyra, és azért ölne is, mert mit tudom én, 40%-kal le van engedve. Pedig ez a 40%-os lengedés lehet, hogy olyan, hogy mit tudom én, utána nézni egy kicsit az áraknak, lehet, hogy nem is 40%-a olcsóbb, hanem 30%-a többbe kerül. Csak épp valahol máshol kéne megvenni. De minden esetre érdekességek ez a karácsonyra. Most jön még a szilveszter, ez az, amit nagyon nem szeretek. Szerencsére itt nálunk azért nincs harmadik világháborús hangulat. Itt nem próbálja meg senki se, mit tudom én, a maradék pénzét, ami még megmaradt ebbe az évbe, a levegőbe repíteni. Szóval érdekes. Ezt már Berlinben is tapasztaltam, amikor ott éltem azért 21 néhány évet, hogy az ember, ez egy érdekes állat azért, mert sír. Sír már karácsony előtt sír, hogy nincs pénze, nem tudom megvenni, annyira szeretném ezt ajándékozni, vagy ezt megvenni, vagy azt megvenni karácsonyra. Karácsony után rohan a boltba, és a téli akciós dolgokat próbálja meg felvásárolni. Miközben a karácsonyra már felvásárolt mindent, aztán szilveszterre mindent felvásárol, aztán a két ünnep között már abszolút kiült a káosz hangulat, mert nincs semmire pénz. És mit csinál szilveszterkor? Több 100 eurót. Kilő a levegőbe. Ilyen tűzijáték formájába.
több százat eliszik, és januártól kezdődik az új év, hurrá! Nem tudom, miért örülnek az emberek az új évnek. Én majd megmondom mindjárt, hogy miért nem. Jön az új év, és akkor sír, hogy neki mennyire nincs pénze, hogy neki milyen szar meg. Isten. Na szóval, nem tudom, régen nem kell túl messzire visszamenni, de nem tudom Magyarországon mióta van a tűzijátékos baromság, de hát nem kell messzire visszamenni az időbe, és akkor tudják az emberek, főleg az öregebbek, hogy volt szilveszter előtte, és anélkül, hogy az ember százezreket ellőtt a levegőbe, aminek semmi értelmét nem látom. Én annak se látom ám értelmét, hogy Magyarország az állam augusztus 20-án milliókat lő a levegőbe. Annak se semmi értelmét nem látom. Ha annyira sok pénze van, oszta szét a szegények között. Teljesen felesleges. Nem értem a lényegét. Tényleg nem. Abszolút semmi értelmét nem látom annak, hogy tűzi játékra költsön az ember. Szerencsére, mint mondottam, itt nálunk ez nagyon kevés, a tűzi játékos. Hát most nem, most szakad az eső, úgyhogy nem lesz ilyen, de tavaly például meg volt tiltva a tűzi játék. Nem lehetett. Itt járt a rendőrség, meg a tűzoltóság egész éjszaka, ahol fellőttek egyet, bomb, szirénázba oda mentek, és már a 5000-es bírság ment is kifele. Mert olyan szárazság volt, hogy attól féltek, hogy felgyújtják itt az erdőket. Úgyhogy nagyon odafigyeltek rá, hogy véletlenül se legyen rakétázás, elég nyugodt is volt. Így a szilveszter. Nem szeretem. Jó, sokaknak van olyan kutyájuk, meg állatjuk, ilyen rettegnek ettől. Szerencsére nekem nem félnek, de nem. Értelmét nem látom. Utána visszamaradó szemét, meg... Na jó. Egészségesnek se szerintem egészséges. Az a rengeteg elégetett cucc, amit ott elégnek az ilyen tűzijátékokban, az kilövik a levegőben. Mindegy, erről nem is akarok beszélni. Na az, hogy nekem miért nem tetszik az új év. Na, például azért, mert már biztos említettem nektek, én hát magánvállalkozóban vagyok, önellátó. Szóval nálam magánvállalkozó az csak annyit tesz ki, hogy én a betegbiztosításomat, nyugdíjbiztosítást, szóval a nyugdíjamat, azt én fizetem magamnak. De nem gyártól kapom, vagy nem innen, nem onnan, hanem én fizetem azt hónaponta magamnak. És eddig, azt hiszem, mikor idejöttem, hát most nyáron lesz 5 éve, akkor kezdtem el, 54 euróval kezdődött ez a hónaponta fizetni kell. Betegbiztosítás és a nyugdíj alapom. Na jó, nem lesz egy marha nagy nyugdíj, ilyen alapnyugdíj, de nekem van azért egy pár év munkám van még Németországból, amit beszámítanak. Magyarországról is van egy pár év, szóval így össze lesz majd számolva, aztán lesz nyugdíjam. Nem mindig csöveztem, dolgoztam is. Szóval 54 euróval kezdődött 5 évvel ezelőtt. Még nem teljesen 5 év, de majdnem. És most kaptam egy levelet, tegnap, év elejé, év utolsó levél, de ami már januárra van, hogy 2018 elsőjétől az eddigi 60 euró 9 centről felemelik 61 euró 83 centre a biztosításomat és a nyugdíj befizetési alapomat. Szóval, ez az, amit én nem szeretek a szilvesztereken. Január 1-ével mindig megemelnek valamit. Vagy megemelik ennek az árát, vagy annak az árát, vagy amit fizetned kell. Valamit mindig megemelnek. Olyan nincs, hogy ne. Nem tudom, hogy miért pont január 1-ére rakják ezt, mert ezt ugyanúgy megcsinálhatnák, mit tudom én, augusztusban, szeptemberben, áprilisban, májusban, mindegy, bármikor meg tudnák csinálni, hogy mit tudom én, megemelik a... Nem, zavarja a szememet a kamerán.
Szóval megemelik az árakat, csak úgy, pum. Azt mondják, hogy mit tudom én, fél éves zárás, és megemelik. De nem. Az ilyesmi az. A villany, víz, gáz, társadalombiztosítás, a kajáknak az adó, az atya úristent is állandóan január 1-ével emelik meg. Mint hogyha azért lenne január 1-e, az új év avval kezdődne, hogy muszáj vagyunk árat emelni. Az azért van, az nem azért van, mert megkezdődik egy új év, hanem az azért van, hogy ott muszáj árat emelni. De mindig, nem volt még ilyen nektek, hogy január 1-e az azért van. Lehet, hogy nem is szólnak, csak mikor bemész a boltba, akkor gondolkozom. Bassza meg, a múlt héten még ez izébe került. Mit terem én? 3 centtel kevesebbe. Aztán valamikor, mit terem én, január végén, vagy február közepén kiszivárok, hát igen, az adón emeltek egy kicsit. Mit terem én, 17-ről felvitték 19-re. Mert január 1-e van. Szóval ezért ez a szilveszter, ami meg január 1-e, meg ez, hogy egyáltalán nem tetszik. Akkor a másik, ami nem tetszik nekem, hogy ezek a fogadalmak. Jó, hát engem nem érint, én nem szoktam megfogadni azért, mert január 1-e van, az idén lefogyok. Nem, ilyesmi fogadalmak, ilyen január 1-i fogadalmak soha nem érintettek, soha nem fogadtam meg semmit, mert minek? Felesleges. Ha valamit meg akart változtatni, az nem kell január 1-hez függeni. Egyetlen egy dolog volt az életemben, ami január 1-ével, igen, hát nem teljesen január 1-e, szóval nem évféltől számított a január 1-e, hanem január 1-e valamikor este fele. Onnantól kezdve vagyok antialkoholista. Szóval száraz alkoholista. 2000 január 1-ével kezdődött ez, mert akkor hánytam vért. Először életemben, nem tudom, 10 éves alkoholizmusom után, akkor kezdődött az, hogy nagyon rosszul voltam, és tényleg hányt, a vért húgyoztam, vért hánytam, és ott saját magam leraktam a piát. Fú, de rosszul voltam, nagyon... Tényleg. Akkor túlzásba vittem. De érdekes volt, mert szerintem akkor se megvolt az izé. Szóval én úgy voltam alkoholista, hogy azért becsókoltam azt a 2-3 láda sört egy nap. Bort, snapsot, meg ilyesmit, szóval töményet nem ittam, akkor már nem. Eleinte mindig bort ittam, aztán valamikor, nem tudom, meguntam a borrazást. Aztán ideig rengeteg sok sört ittam, aztán kevés volt, aztán rengeteg sok töményet ittam, aztán az túl sok lett. Nem szerette a májam, aztán vissza a sörre. Aztán rengeteg sört, rengeteget ittam, fú. Tényleg akkoriban tetováltam is régen is, és egy láda sört be kellett csókolnom ahhoz, hogy ne remegjen a kezem, szóval nem voltam egy bizalomgerjesztő tetováló, akinek gép nélkül így járt a kezet, hogy jártak. Ikor az ember megkérdezi, nincs is bedugva a gép, mitől jár már így. Szóval azt leálltam, és hát egy kemény dolog volt leállni az alkoholról tényleg úgy, hogy mindig úgy van, leszoksz valamiről, hogy orvosi segítség, meg valami mellék dolog, főleg a ciginél, hát akkor tapasz, meg mit tudom én mit. És nálam mindig ilyenek voltak, ilyen leszokás erről is, arról is, anyagról mikor leszoktam, ugyanaz volt, bum, letettem és kész. És az első 3 hónap az általában ilyen delirium trance, ezt tudjátok, mikor az emberek látnak ilyen dolgokat, amik nincsenek ott, ilyen szaladgáló egerek itt-ott, meg amoda. Szóval nem, alkohol, soha nem tudtam annyit inni, hogy valami hülyeséget lássak, de amikor elvonó voltam, fú. Elvonó, hát saját magamat vontam el.
Nagy, az halál volt, az tényleg. Néha jobban kívántam, hogy megdögöljek, hogy éljek, csak legyek már túl rajta. Akkor volt egy kedvenc haverom. Ugyanaz, aki lelopta a tetőt a izéért, anyámról, akit befogadtam. Egy leszokóba lévő alkoholistának, aki épp lerakta izét, az alkoholt, és 4 hónapja izé, vagy nem 4 hónap, 3 hónapja tök tiszta, és nem iszik, és már alig remeg, és már kezdi magát jól érezni. Mit ad születésnapjára? Nem itt. Aha, 3 üveg bort. Úgy elküldtem vele a jó anyjába annak a rendje. Szóval, igen. Jó, akár nyaradtam a szilveszteres hülyeségről, ne? Nem, még mindig ott vagyok különben, mert ez a leszokásja. Szóval, sok mindenről leszoktam, de a szilveszter ez csak ez az alkohol, ez tartozik, az összes többi az nem. Szóval a cigit azt úgy leraktam. Azt azért raktam le különben a cigit, néha van, lenne kedven. Tegnap is olyan volt este, úgy eszívnák egy cigit. Azért raktam le, mert drága volt, nagyon drága. Én nem azért szívtam a cigit, mert mit tudom én, hát persze egy idő után kívánja a szervezeted a nikotint, hanem mert tetszett, mert mit tudom én, olyan jó volt, tetszett, na. Aki dohányzik, az biztos tudja, főleg aki régen dohányzik, és mit tudom én, ízlik neki a cigi. Én sokan dohányozom, szarják le a cigit. Nekem ízlett a cigi, na. De olyan drága lett, hogy én úgy voltam vele, tudod, ki fogja kifizetni. Én nem. Ja. Na jó van, elpofáztam az időt, megint rendesen biztos. Próbálok a kamerába nézni, valaki rám szólt, ja, tudom. Az egyik néző. De az a hely, hogy itt van mellette a másik, a ennél a kameránál, a kicsinél, a kis Sonynál. Ennél mindegy, mert így tartom, és akkor jó, persze, hogy belenézek a feketébe. De ennél a nagynál, ennél itt van a kijelző mellett, és a kijelzőben nézem. Egyszer nem bírok a kamerában nézni, mert állandóan a kijelzőre sandítok. Ez nem megy. Na, az olyan, hogy kocsival utazol, és állandó oldalra szeretnél nézni, mert ott van valami, de előre kell nézned, mert mit tenni én. Hogy azt mondják, hogy nézzél engemet, itt megyek melletted kocsival, nézzél engemet, és majd én mondom neked, hogy hol az út. És ott se tudod, mert tudod, hogy előre kell nézni. Szóval ez valami ilyesmi. Na, szóval ez volt ez. Ja, ajzé, a kertes felének, az emberkémnek, mindjárt valamit. Tényleg a kertészeknek. Nem sokára kezdődik a kerti szezon, és tudjátok, hogy hová írtam fel. Ja, itt van. Szóval én már tervezem a kertet. Nagy iramba gyűjtöm össze az új magokat, növényeket. Hát növényeket még nem, de már kerestem egy párat ki. Új magokat, van egy új észét, találtam egy új eladót is, aki biomagokat árul itt osztrákban. Szóval kereskélés van, és új növényeket találtam. Hát már mondtam egy párat nektek, hogy lesz a Blausóte, az lesz új növény. Nem ismerem. Még eddig nekem sem volt. Meg lila cherry lesz, lila az paradicsom. Lila cherry paradicsom. Lemongrász, azt is mondtam, hogy az lesz az idén. Ez a Blau, Gurkenbaum, azt nem tudom, hogy micsoda így magyarul. Lesz egy olyan, hogy Tárvi, az a neve. Ja, ezek most ilyen nevek jönnek, mert ezek a növények, ezek rájöttem, hogy Peruba, az Andoknál rengeteg olyan növény van, amik 2000 méteren termelnek. És 2000 méteren ott sincs meleg, úgyhogy ha ott megterem, akkor itt is megterem. És akkor lesz egy olyan, hogy Jikama, onnan jön, Peruból,
Maka Jelov, az is onnan jön. Jakon Morádó. Jakont biztos, hogy páran hallottátok már. Én már hallottam sűrűbben. Aztán lesz olyan, hogy Oka. Orange. Okából van többfajta, meg a Jakonból is van. Ja. Amit szeretnék még megcsinálni, jövőre kit gondoltam magamnak, hogy hú, sok minden van jövőre, amit terve van velében, hát remélem, hogy legalább 70%-át sikerül megcsinálni. Azon gondolkoztam, hogy kint fogom főzni a lekvárt. Úgy, mint régen csináltak. És venni fogok valahol üstházat. Üstöt, üstházat. Ja. Szóval haza fogok menni Magyarországra, muszáj leszek. Azt hiszem, hogy Szigetszentmiklóson, azt hiszem ott. Valahol ott, azon a környéken láttam, hogy van valami gyártó, ahol van ilyen nagy ezés. Ilyen, itt, hogy hívják már ezt a evezőkanál. Meg tudod keverni, meg minden. És akkor lesznek ilyen dolgok, amiket kint főzök meg, üstbe. Nem itt bent, hanem kint. Például kukoricát akarok, olyat akarok csinálni, hogy főleg salátában rengeteg sok ilyen kukoricot, tudjátok, ilyen konzervet használunk el. Hát oké, nyáron persze salátába ráöntjük, meg pizzára, meg ilyesmire is. Azon gondolkodsz, hogy mi a franciát veszem én eztet meg? Egy, azt hiszem, 1,50, egy ilyen kis bio, akármi. Hanem megteremelem a izét, csemeg a kukoricát, megfőzöm, lemorzsolom, és lefagyasztom a francba. És kész, megvan az, ami. És akkor például ehhez is egy üstház nagyon jó lesz, mert akkor hány kilót egyszerre le tudok főzni. A szilvalekvár, fú. Egyszer itt ben 8 órán keresztül főztem, aztán csodálkoztam, hogy akkora volt a villanyszám, mint a vadállat. Úgyhogy a szilvalekvárt is kint fogom főzni. Meg mi volt? Ja, paradicsom, persze, paradicsom ízét, befőzést. Azt is nagyon sokáig kell főzni, jó, még elfő a leve. És a víz róla, ja. De azt is odakint, üstházba, kész. Üstház így is úgy is kell, mert szabad tüzet itt nálunk nem szabad gyújtani. Azt hiszem, hogy április végétől, úgy van a tilalom, hogy április végétől, következő év húsvétjáig abszolút tűzgyújtási tilalom van az erdők miatt, hogy még csak véletlenül se gyújtsák fel senki itt a izét. De be is tartják az emberek, itt nincs izé, mit tudom én, kábel égetés, meg avar égetés, meg mit tudom én, miket szoktak az emberek eltüzelni otthon a kertbe, hogy eltüntessék, meg szemetet, meg ilyesmit. Szóval nincs ilyen. Ja, ez miatt muszáj is leszek üstházba csinálni. Akartam csinálni egy ilyen grillező részt kint, meg kemencét. Hát sajnos ez, hogyha én magamnak nem csinálom meg, akkor nem lesz megcsinálva, mert erről már tavaly is volt egy videóm, hogy úgy hívtam a videót, hogy árulják is, meg nem is, nézzétek meg, aki mostanában jött ide. Nézzétek meg ezt a videót, nagyon tanulságos, mert már megint egy ilyen dologba akadtam bele. Tudjátok, hogy Magyarországon vannak ezek a kisvállalkozók. Én nem tudom, én dolgoztam Magyarországon ácsként, tetőfedőként. Ha mind kaptunk egy munkát, rohantunk és csináltuk meg, mert a környéken volt még 5 ács, és azon voltunk, hogy nehogy más kapja meg. Mentünk és csináltuk azonnal. És ilyenekbe akadok bele állandóan, hogy Facebook, én nem tudom, a Facebook ezért van itt, hogy
összeszedje az ilyen izéket, nagy zolókat. Olyan volt, hogy ő izé akar lenni, maszek akar csinálni, és ő már most csinálja a kemencéket, és akkor kijön házhoz, és megcsinálja, és minden fasza. És ráírtam, és akkor ilyet írt vissza, hogy ja, nem válaszolt, és akkor egyszer csak visszajöttem neki megint egy pár hét után. Te ez nem túl jó fényt vett állát, hogy van itt valaki, aki neked munkát akar adni, és akkor izé nem válaszolsz. És akkor írja nekem, hogy majd ha eljutottam odáig, akkor válaszolok. Basz meg, ha oda bírod írni, hogyha eljutottam odáig, akkor válaszolok, akkor miért nem tudsz egy választ adni? Na. Jó van. Hát ha nem, hát nem. Ja, meg írjam meg neki, hogy melyik hónapban akarok izélni. Azt mondja, ha abban a hónapban eljutott, elkezdődik az a hónap, akkor majd jelentkezik. Nem, figyeljél. Én nálam ez úgy szokott lenni, hogy én felhívlak, te meg két héten belül ide csenderesz, azt megcsinálod a munkát. Én ehhez vagyok szokva. Nem az, hogy te majd akkor megmondom neked, hogy ráérek, mert akkor úgy tervezek én is. Nem? Nem. Nem, szóval nem, hát akkor nem. Akkor nincs rá szükségem. Ugyanez volt a kis sógoromnak, kerestem egy kályhaépítőt. Szerintetek Magyarországon sok van? Nincs sok. Körülbelül 4 vagy 5 van. Aki tényleg weboldalas kályhaépítő. Hát ilyen izéről beszélünk, ilyen csempe kályhaépítőről. Ja. Mert írtam mindegyiknek egy e-mailt, egy válaszolt, az összes több, én csak válaszol se, miért adott. Jó, hát avval az egyel azért hiúsult meg, mert megbízhatónak tűnt, de húzta az időt. Ez az, ami ebben a nyugati társadalomban, ez nem divat, hogyha valaki egy munkát el szeretne valakivel végeztetni, akkor nem húzzuk hónapokig az időt, hanem igen, jövünk, és megnézzük, és csináljuk. Szóval ezért megunta a sógor. Mert majd ő jö, mert majd ráér, mert majd nem ér rá, fizessük ki neki az úti költséget, jó, ki lett volna fizetve még az is. De majd most nem ér rá, nem, most nem tud jönni. A sógor kivette ezt a izét. Szabadságot, mert jön. Nem, most neki nem jött össze. Jó, hát akkor köszönjük szépen. Akkor szarunk arra nem tudom hány ezer eurós izére, amivel olcsóbb lett volna a magyar csinálja meg. Akkor inkább megcsináltatta egy asztrákkal, aki megcsinálta neki, azt hiszem, 3 hét alatt. Na, pum. Azt is úgy, hogy mit tudom én, 1 hétig pihent a izé, a kályha, mert a belsőt ki kellett égetni. Szóval, ilyen különbségek vannak. Szóval, én nem értem, hogy néhány maszek hogy tud ebből megélni, hogyha ilyen ígérgetős izét csinál, hogy ja, persze, tudnám én csinálni, csak éppen most nem. Szóval ez ugyanolyan volt, ez a tavalyi videó, amikor mondtam, hogy áruljak is, meg nem is, hogy hirdetni hirdetik, csak nem kapsz. És ugyanígy vannak ezekkel a maszekokkal is. Persze van, ott van, neve van, reklámot csinál magának, csak épp dolgozni nem megy el. Na szóval így ezért most kimaradt ez a kinti kemence. Készítés, az el fog maradni. Hát a grillezőt nem tudom, azt lehet, hogy megépítem magamnak. Nem hiszem, hogy egy túl nagy durranás lenne. De viszont üstház, meg ilyesmi. Szóval egy ilyen kinti konyhát akarok. Ja, grillezőt építek, megcsinálom. Szeretném, hogyha mit tudom én, nyáron tudjátok, kiül az ember oda, és akkor úgyis sokat ülünk ott az asszonnyal, mert tényleg hűvös van. Kilátása ezért a hegyre, szóval ilyen jó érzés ott kint ücsörögni a kertbe, azt megcsinálom. Szóval ezek a tervek, ja. Van terv, az mindig van sok. Még itt van a izé, és hát szakad az eső, nem bírok. Mennék kifelé, és csinálnám tovább, mert meg kell venni a vasanyagot, azt összeheggeszteni.
Tényleg még azt is érdekelne engem a vasanyag árak Magyarországon, hogy nem-e olcsóbb az véletlen. Itt de nem tudom, hogy 4 méteres vasat hol. A franc mivel szállítsak? És az a izét, hogy tudnák bérelni kis teherkocsit, a Luctól is, meg a Obid is odaadja, de a Luctól a legolcsóbbja. Ki tudom bérelni, és akkor elég olcsón megkapom kis teherkocsit egy napra. Tudom, milyen 20-valány euró. Plusz a benzin persze. És nem lehet kivinni a határa. Szóval csak itt lehet vele rohangálni, nem mehetek át vele a határon már. Már kereskélem, hogy mi az, amivel ilyet ki tudnák bérelni és átmenni a határon. Ja, mert 4 méteres vasakat azért megvenni. Itt egyszerűbb, itt kiszállítottam, az kész. Vagy azt szólok a szomszédnek ajzével, a traktorral, meg a utánfutóval, aztán csavesz, azt elhozzuk, kész. De Magyarországról 4 méteres vasat elhozni? Ne van. Szóval ilyen üzék vannak, ilyen határon áthívelő gondjaim. Mert sok minden van Magyarországon, ami olcsóbb, mint itt. Viszont sok minden van, aminek a minősége a békaseggel alatt van. Szóval a minőségileg Magyarország nem mindig jobb, mint olcsó. Hát olcsóbbnak olcsóbb, de nem jobb. Tegnap mondták nekem, hogy a kisógorom mondta tényleg tegnap, ezt még elmondom, aztán lezárom ezt a videót, hogy miért nem megyek el Magyarországra izét venni. Mert úgy állunk, hogy hát, mit tudom én, 1-2 éven belül veszünk egy új kocsit. Hát nem újat, de na, egy másikat. Mert elérte azt a 250 ezer kilométert, hiába van szervizelve, most már egyre többet kell rákölteni azért. Az idén jó 1000 eurót ráköltöttünk, szóval sok a nyava jája a kocsinak most már. Most már ideje azt lecserélni a francba. És ez az érdekesség, hogy én mondom nektek 250 ezer kilométer. Ez egy 8 éves kocsi, azt hiszem. 8, 9, 10 éves, mit tudom. Múltkor láttam Magyarországon egy hirdetést, 380 ezer kilométeres, mi volt az, Audi, mit tudom én, micsoda, és van irgalmatlan árba. Én nem értem, ám, hogy Magyarországon miért vannak ilyen árai kocsiknak. Hát ilyen 380 ezer kilométer meg se venné senki már, hát ne üljessük egyé, hát azért még a roncstelep se ad semmit már. Hát az a kocsi az már halott. Azért már Audi. Nem értem, szóval. Hát ez rengeteg kilométerbe. Ez nagyon sok. Még a gyártó is azt mondja, hogy 250 ezernél kezdődnek el a izék, a legnagyobb gondok mindig az autókkal. Onnantól kezdve már csak rosszabb lesz. Na és akkor azt mondta a kisógor, hogy menjünk Magyarországra, és vegyünk ott egy új kocsit. Hát jó, az nem kérdeztem meg tőle, hogy azért mit gondolsz, honnan nekem pénzem egy újra nincs. Szóval, semmi esetre se. Meg milyen újat? Mi izét? Buzukit? Nem veszek buzukit. Nem. Biztos, hogy nem. A magyar Volkswagen nem veszek buszuk ki, nekem nem kell. Volt egy haverom, annak az apja vett vadonat új buzukit. Jó, ez már jó pár évvel ezelőtt volt, lehet, hogy változott valamit, nekem akkor se kellene. Na, szóval ilyen vékonyabb a buzuki, mint a Trabant. Volt annak idején. A vadonat új kocsi volt, akkor hozták ki az évben. Itt kiárulja a szalomból a kocsit. Mondom, a szalontól ilyen 4 kilométerre lakhattak. Szóval tényleg még annyi sem, még 4 kilométert sem ment a kocsi. Kint állt a kocsi, ezért kapujuk előtt, és én pont akkor jöttem hozzájuk látogatóba. És akkor mindenki csodálkozott, jaj, de gyönyörű, megvan az új kocsi.
Szóval dumáltunk, az olyan fáradt volt, azt nekigyöltem az ajtónak is. Abba a pillanatban ordít, ne dőlj neki! Elugrottam, és ilyen horpadás az ajtóba. Csak nekidőltem, bazd meg. Le kellett csavarozni az egész belsejét, és kinyomták a horpadást. De úgy, mint a, hát mit tudom én, félbevágsz egy pingponglabdát, benyomod, és akkor megnyomod, és akkor pak, kipattan. Hát engem ilyen kocsi nem kell, ami ennyire papír, vékony. Gondolj már bele, egy olyan garambolozol. Csinálsz, amivel más kocsiban egy kis koccanás lenne, ennél totál káros lesz. Na, ilyen volt a... Ezt még tényleg elmondom. Van nekem ez a buszom kint, ez a... Hát most már majdnem 30 éves busz. Le van állítva, és arra várok, hogy megkapja a... Mi ezt? Szóval azt a öreg papírját, hogy el legyen ismerve, hogy oldtimer. Tudom én, hogy hívják. Na, és akkor ezt odaadtam haveroknak használni, visszakaptam, azon egy karcolás nem volt semmi, és két hónapra rákapom egyszer a jelzést a biztosítómtól, hogy garamboloztam a busszal, nem garamboztam, biztos, hogy nem. Szóval Magyarországról jött egy bejelentés, hogy totál káros a Suzuki eleje. Mi van? Hát az csak látszódna a buszon már, nem? Na szóval odaadtam haveroknak, és hát elvették tőlük a részeg doktor bácsi. Elvette a... Szóval nem enged... Na, hogy mondják ezt? Na, a elsőséget elvette tőlük, és hát elvitték a busszal a kocsi elejét. Nem mentek egyik sem, hát jó, az egyik, aki kikanyarodott, az mit tudom én, ment öttel, ők meg valahogy 40-50-nel belecsattantak. Mondom, a buszon egy karcolás nem volt. Hát biztos szóltam volna, amikor visszakaptam, nem, hogy basszátok, mit csináltatok vele? De semmi. Úgy csodálkoztam rajta, amikor jött a bejelentés, hogy összetörtek vele egy kocsit. Na szóval ezért nem. Oly öregebb kocsik, amik vasból vannak. Nem ilyen műanyag szilszarok. Na jó, aztán ezt a szövegelős videót itt be is fejezem. Szóval, látjuk egymást jövőre, de ami már nem sokáig tart, szóval januárban. Egyetlen egy dolgot meg tudok nektek ígérni. Nekem jövőre semmivel nem fog változni a csatornám, szóval nem lesznek árak megemelve, nem lesz reklámok megemelve. Szóval nem fog semmit változni, marad így minden, ahogy volt. Szóval, szevasztok, és mit tudom én, hogy hívják ezt? Boldog új évet mindenkinek? Ne rúgjatok be sokat. Ha nem, ha be is rúgtok, akkor ne vezessetek, mert szilveszter a másik ilyen veszélyes ünnep, ahol rengetegen meghalnak autóbalesetben általában. Ja. Na jó, akkor vigyázzatok magatoknak is. Hajrá!